Hölgyeim és uraim, most pedig ismét folytatódik a Z-Faktor, Magyarország legfantasztikusabb tehetségkutatósója. A stúdióban még mindig ott vannak a mentorok, Alföldi Róbert, Tóth Gabi, Szikora Róbert és Geszti Péter. De nem értem, még mindig nem utaltak, neked sem. Kijön, jaj, már úgy izgulok, valami fiatal srác, fú, úgy ráizgultam. És már is következik a következő versenyző, Király Viktor. Hello everybody, hello. Na, vajon hány ével írják az, hogy siófok? Hello, szép fiú, de baromi jó a hajad, saját? Well, you know, very metrosexual, you know. Nagyon örülünk neked, de inkább azt javasolnám, hogy énekelj, mert beszélni a szemmel láthatóan nem nagyon tudsz. Mit fogsz énekelni? Hát hoztam én egy tonight, egy igazi autentik magyar népdal. Zongoránál, fehérebb az organánál. Mit nézel? Ki vagy te? Ez mi volt? Én nem tudom, de úgy tűnik nem hazudtak, amikor azt mondták, hogy itt bármi megtörtént. Na hagyjátok már, inkább azt mondd, hogy mit fogsz énekelni. Hungarian Foglal, igazi nép song, van neki címe, úgy hangzik tavaszi vint. Micsoda? Gondolom tavaszi szélvizet áraszt. Na ez érdekes lesz. Tavaszi szél, water, áraszt, flower, flower, flower. Every mother, baby, választ, flower, flower, flower. Hacsini Mariah, say you, flower, flower, flower. In you and you, in Angaman, flower, flower. Na, maradjatok már, jó, egy picit. De figyelj, szóval nem rossz, nem rossz, mondjuk a kiejtése még egy kicsit lehetne javítani, nem? Főleg az angolon, tudod, az nagyon-nagyon fontos. Annak idején, amikor én is tanultam azt, hogy ciao, Marina, biztos emlékszem még, akkor egy hétig csak azt tanultam, hogy ciao. Érted? A kiejtés nagyon fontos. Attól lesz a dal egészen egyedi. A Marina az mindenkinek megy, az bárki tudja, de ciao. Abban van a minden, érted? Hallom ma is egyre a zenét, látom, szinte látom a szemét. Kik vagytok te? Hosszas fejű srácot vezetek. Ide mindenkit beengednek? Hagyd már, majd elintézik a biztonságiak. Szóval, nekem tetszett. Na mit mondjak? Szóval, olyan formabontó, érted? És én szeretem a formabontó dolgokat. Annyi még, hogyha talán ugyanezt el tudnád énekelni egy trabantban, esetleg mesztelenül, az még talán dobna rajta, de nagyon ígéretes. Érted? Ígéretes vagy. Well, thank you. Thank you very much. Na mi van, Robi? Beültél a helyemre, mi? Nagy arc vagy, jaj, de nagy arc vagy. Itt osztod az észt? Pedig nekem is kellene alulni. Jaj, Fero, hagyjad már. Kiöregedtél ebből, meg különben is. Benne voltál az István a királyban. Legyen elég annyi. Na, azzal is jól jártam, mit ne mondjak. De. Komolyan mondom, kezdek kicsit félni. Ebben nincs semmi, csiki, de hagyjátok abba. Fokozódnak az izgalmak, de ez még mindig semmi, hiszen már is folytatódik a verseny. Érkezik a következő versenyző, aki nem más, mint Donatella. Nagyon izgulok Donatellácskáért, mert ő még csak most kezdi a sztár életet, de egészen fantasztikus, mert isteni hangot örökölt az apjától, valamelyiktől. Gondolkodtunk már sokat rajta, hogy mivel foglalkozzon majd, ha felnő. Először azt javasoltam neki, hogy készítsen naptárat, de ahhoz nem nagyon volt kedve, mert szerinte az olyan régi dolog. Mondtam is neki, hogy akkor talán gyűjtsön bugyit, abban is nagyon jó. Már van neki vagy 50, ami persze még nagyon kevés a boldogsághoz, de hát még olyan kis fiatal. Úgyhogy most inkább elindult ezen a versenyen, és én biztos vagyok benne, hogy megnyeri. Gyuri! Mert én biztos Gyuri, vagyok benne, vagy? Hogy... Le fogod késni a verseny! Gyuri! Megnyeri. Gyuri! Gyuri!
Gyuri! Gyuri! Ja Istenem, ezek már megint kicsodák. Jöttünk énekelni az egész békemenettel. Oh yeah! Ja Istenem, de hát ez egy egyéni verseny. De mi egy emberként harcolunk. Egy a szavunk, egy a dalunk, ugye? Igen! Gyerünk! És ezek kicsodák. Nem tudom, nekem olyan katonásnak tűnnek, Robi. Nekem volt is erő egy dalom, a Ballaga katona. De ezek nem katonák. Ez az új magyar gárda. Hát mi van itt? Takarodjon le mindenki a színpadról. Kisland zongora. Ezek meg kik voltak már megint? Fehérebb az orgonát. Gyuri! Gyuri, hol vagy? Gyuri! Játottam. Édes Istenem! Ez az rock and roll! Na, húzáson kifelé mindenkinek! Van még valaki ma estére? Hogy ne volna, Péter? Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel a Zsé-faktor színpadán Varga Miklóst! Zászlajába tép a szél, kék logóján ott a szenvedély. Fultos költségvetése oly sokszor elszakadt, végül egy fillér sem maradt. Pénzzel te görög gyermekét nem sírt akkor sem, ha újra kért. Akármi történt, mindig pár eurója maradt. Így élt a sok-sok év alatt. Ezért is meg, figyelem őt, a vén Európát, a brüsszeli nőt. Nagyon kérlek, figyeld meg őt, az IMF-et, a brüsszeli nőt. A vén Európát, a brüsszeli nőt. Nagyon kérlek, figyeld meg őt, az IMF-et, s a brüsszeli nőt. Jó. Nem tudom, hát ezt végképp nem szeretném értékelni. Nekem bejött, hú, igazi libabőr, nézd, Robi, van valami tűz a szemében. Hű, de meleg lett itt bent, teljesen leizzadtam. Olyan szenvedélyes, olyan vad. Szia, mi kisten vagy. Ma húzzatok ki felé, de azonnal. Pedig nekünk ez nagyon tetszett. Nekünk is. Találkozunk még. Isteni, az első dolog, amiben egyet értenek. Szóval... Nézd, Miklós, köszönjük, de tényleg távozzatok a stúdióból mind, ahogy Gyuri, vagytok. A mindeni, Gyuri, hol vagy? Gyuri! Nos, megszületett a döntésünk, ami nem volt könnyű, de azért annyira nehéz sem. Örömmel jelentem be, hogy a mai indulók közül az egyetlen vállalható továbbjutó nem más, mint Gyuri, aki így sem volt.